Az univerzum a matematika nyelvén beszél. Minden erő, minden kölcsönhatás, minden részecske kifejezhető az egyenletek elegáns nyelvén. Képzeljük csak el, a létezés teljessége egyetlen, mélyértelmű formulába sűrítve. A téridő görbülete, a bolygók tánca egy csillag körül, maga az anyag szerkezete, mindent a geometria határoz meg. Az entrópián túli állandó lét. Ez a geometriai keret határozza meg mindennek a kialakulását, amit látunk és érzékelünk. A transzvervolúció a tér programozásának lényegi elemeit tartalmazza. Az atomok, amik a testünket alkotják, a csillagok, amik megvilágítják az éjszakai égboltot, még a levegő, amit beszívunk, mind-mind ezen alapvető egyenletek megnyilvánulásai. Ennek a mély igazságnak a megértése mélyebb megbecsülést ébreszt az univerzum iránt. Feltárja azt a belső rendet és harmóniát, ami az egész teremtés alapját képezi. A tudósok és matematikusok életüket arra szentelik, hogy megfejtsék ezeket a rejtélyeket. Arra törekszenek, hogy feltárják azokat az alapelveket, amelyek az univerzumunkat irányítják. E matematikai keret középpontjában egy egyszerű, mégis mélyreható koncepció áll, a nulla. Nulla nélkül az egész mérési rendszerünk összeomlik. De a nulla jelentősége messze túlmutat a matematikán. Minden egyes ember egy egyedi tudatosság pontja a hatalmas kozmikus térben. Az univerzum állandó változása és áramlása közepette, a nulla marad a végső állandó. Ez az a mozdulatlan pont, amely körül minden más forog. Ez elvezet minket a transzverzális evolúció valóságához. Ez egy olyan létezési állapot, ahol felismerjük az univerzummal való összekapcsolódásunkat. Képzeljünk el egy tökéletes megértés állapotát. Végre megértjük azt a végső egyenletet, amely az egész létezést irányítja. Nulla egyenlő a végtelennel. Ez a felismerés magával hozza a béke és a rend elsöprő érzését. Az univerzumot a matematikai pontosság szimfóniájaként látjuk. Életünk egyenletek sorozata, amelyek időben bontakoznak ki. Választásaink, tetteink, sőt, gondolataink is hozzájárulnak az örökké fejlődő kozmikus szövedékhez. Ez a felfedező út mély megvilágosodáshoz vezet. Ez egy szemléletváltás, amely során az univerzumot nem hideg, közömbös helyként látjuk, hanem a matematika bonyolult és elegáns kifejeződésének tekintjük. Ahogy folytatjuk az univerzum mélységeinek felfedezését, ahogy egyre mélyebbre ásunk a matematika rejtelmeibe, közelebb kerülünk ehhez az élő megvilágosodási állapothoz. Az univerzum arra vár, hogy megértsük. És a titkok megfejtésének kulcsa mindannyiunkban ott van. Samu Zsolt, transzvervolúció tudománya.